Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar előadásában az orosz zeneszerző remek művén keresztül a gyerekek játékos formában ismerhetik meg a hangszerek jellemzőit, valamint a klasszikus zene hangszerelési és dramaturgiai sajátosságait. Városunk diákjai felkészülten érkeztek a hétfői előadásra. Arról tanultunk leginkább, hogy milyen hangszerek fognak ebben a műsorban szerepelni, meg hogy milyen hangszerek fogják játszani a szereplőknek a hangját. Emlékszem, hogy a Péterét hegedű fogja, a kismadárét fuvola, a farkas és a vadászok lövéseit ilyen dobfajta. A tematikus koncert rendhagyó énekóraként is funkcionál. Péter és barátai a kacsa, a kismadár és a macska történetét a szimfonikus zenekar fúvós, vonós és ütő hangszereinek segítségével meséli el nekünk Prokofjev. Prokofjev ezt a darabot egészen konkrétan gyerekeknek írta a pedagógiai célzattal, és az első és legfontosabb ilyen zenei, pedagógiai célja szerintem az, hogy megtanítsa a gyerekeket, karaktereket, színeket és fantáziát hallani a zenében. Itt vannak nekünk különböző karakterek a mesében, ezeknek mind-mind van egy karakterisztikája, van egy színe, egy habitusa, egy lendülete, és ezeket mind-mind lefordította Prokofjev a zene nyelvére. Ilyen például a macska karaktere. Ez a macska karakter, ez egy nagyon kis osonó, lopakodó karakter, meg akarja fogni a madarat, de közben jön a farkas, és fölmenekül a fára. Nagy Péter színművész szerint a műfaj hiánypótló, főként a fiatal generáció számára. Abban a digitális, meg digitális tartalmakkal teli, meg ilyen vizuális szokásoknak megfelelően, amik most így elárasztják a világot, abban ez egy mindenképpen egy különleges esemény, tehát hogy erre a belső képre épülve, tehát a belső képzeletre épít. És ez ráadásul ugye ezeknek célzottan egy fiatalabb közönségnek szól. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar partitúra elnevezésű ismeretterjesztő koncertsorozata az általános iskolásoktól a középiskolásokig minden korosztálynak kínál olyan programot, amelyen keresztül a fiatalok közelebbről is megismerkedhetnek a klasszikus zenével. Március 13-án ráadás koncerteket ad a zenekar. A 12 órakor kezdődő előadásra még várják a csoportok jelentkezését.